tőle messze el. Na kicsikék, azt akartam nektek elmondani, csak még szuper titokba tartottam, hogy most pedig kiköltöztünk a Méliából, és nézzétek meg, hogy ezen a fantasztikus türkis színű vízen beszállunk ebbe a speedboatba, elmegyünk arra a szigetre, ami ott van velünk szemben a víz közepén, Nemba szigete, ami egy olyan kis privát sziget, amit 200 méteres körzetben nem lehet hajóval megközelíteni, külügyminiszter úr lehet, hogy itt kéne nyaraljon, és egyébként pedig azt mondják, hogy Bill Gatesnek a szigeten sokszor szokott ott lenni, ez a pletyke járja, hogy az övé, és olyan vendégek szoktak megfordulni ott, mint Paul McCartney vagy Naomi Campbell, nem tudjuk, hogy most karácsonyra éppen ők is itt lesznek-e, de ha igen, akkor kocítunk velük egyet. Yellow Submarine! Amikor azt mondom, hogy itt Afrikában elképesztő stílusérzéke van mindenkinek, akkor például erre a kisrácra gondolok, a legjobb érzékel vette fel a fejére ezt a kis akármicsodát. Gyerekek, Afrikának lelke van, és divat lelke van. 10 szoba van összesen ebben a fantasztikus mezitlábas paradicsomban, ahol egy olyan ökolodzsot fejlesztettek ki, amiben állítólag mindenre vigyáznak, nincsen felesleges áramfogyasztás, nincsen televízió, még ablakok sincsenek a gyönyörű szép házakon. Ezt fogjuk most megnézni, hogy ez hogy is működik. Ezt szeretem, amikor valahol így várnak minket. És nézzétek meg a vizet! Nem hiszem el, tehát én még nem voltam ilyen helyen. Milyen okos, hogy itt rögtön már a bejáratnál meg lehet mosni az embernek a kezét. Gyakorlatilag esélye nincsen annak, hogy valaki eltekjön bármit is. Na csillagszorói, itt vagyunk a kis 9-es bandában. Ez most éppen a külső lounge rész. Szia Robi! Itt lehet egy picit chillezgetni délután, a tengeri szellő nagyon szépen befúj, de hogyha valaki szeretne, akkor itt a tengerparton jöhet ehhez a gyönyörű szép ágyhoz, és ezt a kilátást lehet innen gyönyörűen megkapni, ezt nézzétek meg! Azt mondták, hogy van egy-két delfin, aki már kérdezősködött utána. Nincsenek kígyók, nincsenek skorpiók, legalábbis Donald ezt mondta, nagyon remélem igaza van, mert itt mezitlábról hangálunk. És akkor ezt nézzétek meg, sok... Pont amikor arról beszélgetek, hogy nincsenek skorpiók és kígyók, beleléptem egy bogáncsba, és rögtön azt hittem, hogy itt helyben meghalok. Na, akkor folytassuk a szobatúrát. Tehát sok helyen voltam a világon, ami nagyon-nagyon tetszett már, de az igazság, hogy amikor ide eljöttünk, és ide először beléptünk, és Donald megmutatta, hogy hova jövünk, akkor azért egy kicsit leesett az állam. Egy jó kis lábmosás, azért, hogy ne vigyed be az haute couture, nézzétek meg, hogy méretre készült elképesztő hány szőnyeg, aminek az egész széle tökéletesen hozzá van igazítva ennek a kis lakosztálynak, erdőbe épített lakosztálynak a széléhez. Minden olyan dolog, ami például bekoszolódhat, ha homokos lehet, vagy vizes lehet, az cserélhető, fantasztikus, szép, nyers színű anyagokból. Belépünk a hálószobába, olyan ablakai vannak, hogy nincsenek üveg rajta. Nézzétek meg, hogy ez az elképesztő fakeret, ami keretbe foglalja a természetet, hiszen itt sincsen üveg sehol. Ez a dekoráció a falon. Tökéletes gardróbszoba van. Hoppá, ott a manyi a pocakjával. Átmegyünk a lakosztályhoz tartozó csodálatos fürdőházba. Elképesztő épített zuhany, egy kör alakú zuhany, csodálatos itteni afrikai kövek vannak fehérre messzelve, és az egész gyakorlatilag egy szabadon álló, a természet levegőjét, ennek a kis dzsungelnek a levegőjét magába foglaló fürdőszoba. Tényleg Meryl Streep mondhatná itt, I had a farm in Africa. Akkor ezzel a lendülettel vagy belelépek a bogáncsba, vagy nem, és futok le a tengerpartra! És mindjárt végig kopogtatok mindegyikbe, hogy melyikbe van Bill Gates, melyikbe van Naomi Campbell, ki van még itt. Nem annyira egyszerű egyébként ezen a fehér homokon járni, de azért hozzá tud szokni az ember. Nézzétek a rákokat! Hol vagy? 2011, Miss Naomi Campbell was here in this island and she was staying in banda number 9, in our banda.
Egy elképesztő vacsorán veszünk most részt, ide terítettek a strandra, és Jenny csinált nekünk egy olyan polipkárpáccsolt és sült paradicsomot kecskesajta, hogy az igazság, hogy folyik a nyál a számban. Hát általában így terítenek itt az And Beyond menben. Robi, világítás, szakértő, fővilágosító, ő az, aki ezt a csodálatos kis fényt adja a vacsoránkhoz. Thank you, Robi! Én kérem szépen itt pesgőzgetek, szivarozgatom. Afrikában mindenhol ilyen karácsonyfákat láttam, ezek ilyen fa gerendákból, vagy ilyen fából vaskarika. Közben azért gyorsan nézzetek körül egy esti fényben, hogy néz ki ez az egész kis helyszín. Óriási búvár terület, snorkling terület, mi is ezt fogjuk kipróbálni, megpróbálunk a delfinekkel is úszni. És akkor megérkezett a reggeli, egy kis finomság, egy kis egészség, egy kis szépség, egy kis frissesség. Most pedig David Attenborough-t látjátok, ahogy megközelítjük a kis fehér farkú, narancsszínű mini antilopot. Kettőféle van, az egyiket megmutattam, az a kis narancsosabb, aminek fehér a farka, ez pedig a barnább van, szóval 600 darab él a világon, és ebből 30-35 itt teljesen szabadon itt él ebben a fantasztikus lodge-ban, ezért ez elég menő. Hello! Robi most adja el a szerveit, arra az esetre, hogyha bármi történne itt a búvárkodás, snorklingolás közben. Fújtak a szerveimben. Igen. Ugyanis itt vagyunk a Boat Stationnél, a Boathouse-nál, és mindjárt hajóra szállunk, hogy megnézzük a delfineket. Nagyon jó lesz. Liptai Klaudiától elkértem a fűzőt, és most elmegyünk egy picit a korallzátonyokra, megnézzük, hogy miket látunk. Robinson! Hi! Óriási snorkingosak lettünk, csodálatos volt minden, én az elején majdnem megfulladtam, így nyertem a sósvizet, de aztán a végén rájöttem a technikájára, sajnos is meg kell szabaduljak egy nagyon szuper kis alakformáló fehérneműtől, eszünk egy kis sashimit, és megyünk a vitorlás hajóra, mert erre vágytam egész végig. A sziget belsejében egy ilyen elképesztő szép kis trópusi busz van, amiben ki vannak alakítva ezek a kis hunyhók, ezek a bandák. Na az, hogy olyan pici ez a sziget, és mi mégis eltévedtünk a Robival, pedig már kétszer voltunk a Boathouse-nál, de nem, mert megtaláltuk Peter. Megmutatta nekünk, hogy hogyan találjunk vissza a Boathouse-hoz, mert indul a hajó, oda kell érjünk időben, meg különben lemaradunk róla. Hamvadó cigaretta vég. Óriásiak a bambuszok. Most pedig a kis csónakunkkal megközelítjük ezt az igazi régi fából készült vitorlás hajót. Gyönyörű és kis snackekkel várnak friss mangó, kesudió és kókusz. Gyönyörű szép fafaragott bútorzat. Ugye kibontjuk a vitorlát. Istenem, ezt akartam, meg még néhány delfin. Az még ha teljesül, akkor tényleg soha nem megyek haza. Egy ideje már azon gondolkodom, csillagszorok, hogy ezt a csodálatos kis hőmérőt, amiben a pesgőt felszolgálták, hajóhova tegyem le itt a hajó, hogy ne boruljon ki. Töröm az agyam, nem jövök rá, ezért egyik kohárral a másik után iszom. De most heuréka, megvan a megoldás! Kling! Fordulunk! So I always say, in the middle of a global pandemic, you have to get your priorities straight. Ice, cranberry juice, but most importantly during Christmas, it's Tito's vodka. Hello! Ikon. The Suki. Naplementek, gyönyörű színek, itt nem lehet beszélni, minden naptagban valami csodálatosat lehet látni. Egyébként ott a csücsökben van a 12-es villa,
ami elvileg Bill Gates-é, onnan mondjuk a hálószobában is lehet látni az óceán. Egy ilyen teljesen holdbéli tájon vagyunk, itt napozunk, ott vannak a madarak, és jó megérteni. Tényleg én meg csak a kis letikülömmel sétálok itt, nem tudom mi van amennyiben. Most futok ott az árnyékom! Itt futok, most nincsen árnyékom! Gondoltam eljövök gombát szedni, állítólag az is nagyon jó. Elmentek a madarak. Fantasztikus béke van, egy lélek nem jár erre. Elnézést, ezt a napágyat én foglaltam. Nem hiszem el. Nem hiszem el, viszlát! Gyönyörű szépen kipakoltak már ide a strandra nekünk. Az az igazság, hogy a vacsoránk ma itt a mi kis lakásunk mellett, a mi kis bandánk mellett kint a parton lesz. Nézzétek meg ezt az ízlést! Basszus, megint beleléptem valamiben. Az a durva, hogy mindig ugyanoda lépek bele a bal lábamon, meg a jobb lábamon is. This is our last dinner, we are so sorry. Mark and Robbie's dinner menu. Nappal már láttátok a kis szállásunkat, de ez egy olyan dolog éjszaka, amitől behaltok. Én ennél szebb helyen még nem voltam. Egészség! Nagyon sírok, hogy holnap el kell menjünk, de megyünk vissza Kivengvára, és még az utolsó etapot a Zimbabwe, de hogy hol vagyunk? Zanzibári nyaralásunkba letöltjük. Puszi! Nem volt hiába való fölkelni reggel 7-kor, ugyanis bejöttünk ide a vízbe, és találtunk egy hatalmas delfin csapatot. Tiszta David Attenborough-nak kértem magam, így úsztam a delfinek fölött mellett, nagyon cukik voltak, volt vagy 6-8 nagy, meg volt legalább 5-6 pici, és annyira fantasztikus élmény volt, és soha nem éreztem még ennyire békét, ekkora békét, mint amikor ezek között a gyönyörű állatok között cukikáltam. Sajnos, itt van Christmas Eve, és muszáj, hogy elmenjünk. Thank you guys, bye bye! Merry Christmas, Happy New Year! Sajnos búcsút indulunk Nemba-szigetének, illetve nem sajnos, mert fantasztikus két éjszakát töltöttünk itt ezekkel a fantasztikus emberekkel, mert ennek a szigetnek az egyik része az, hogy ez egy csodálatos természeti jelenség, a leggyönyörűbb korallzátonnal, a leggyönyörűbb delfinekkel és mindene, a legfantasztikusabb szállóval, de az, hogy ilyen emberek működtetik, az adta meg igazából a savát borsát ennek a luxusnak, mert igazából a luxus az az, amikor úgy érzed magad, mint hogyha otthon laknál. Speedboatunkkal és a jeepünkkel visszamegyünk Kivengvára, mert állítólag ott már őrületes a hangulat. Bambú, óriási bambú. És minden, úgyhogy megyünk vissza, mert ott karácsonyozunk. Ládapának is újdonsült barátaink, és egy szuper kis hotel, a Soul Resort, ami egy igazi hippie hely lett. Ehhez képest egy nagy változás, de szeretem a kontrasztokat, meg a bambút.